Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket innen a Karaiskaki stadionból, ahol a regnáló görög bajnok Olimpiakosz, és az immáron 31-szeres magyar bajnok Ferencváros méri összetudását a Bajnokok Ligája első selejtezőjének odavágóján. Ezen a mérkőzésen mindkét csapat óriási előnyt elhelyezett a továbbjutás szempontját nézve, ennek tudatában a legerősebb kezdő 11-es küldött a pályára mindkét mester. Mint hogy ezt a képernyőn is láthatjuk, a szurkolók is nagy számban tették tiszteletüket a mérkőzésre, többek között Budapestről, a Ferencváros ultrái is itt vannak Görögországban. Ez óriási segítség a zöld-fehér egyesületnek. A görögök kezdőcsapatát láthatjuk, Kozisza a kapuban, Semedo, Bá, Bruno Gaspar és El Abdaoui a védelemben, középpályán Mukelekis, Kamara, még Randalovic és Masures a szélen, a csatársorban El Arabi és Hassan kapott helyet. A Ferencváros kezdőcsapatát láthatjuk most. Dibusz a kapuban, Dvali, Lazsic a védelem tengelyében, Lovrencsics és Csivics a széleken, középpályán Sigér, Uzoni és Izael, valamint Tokmak, a csatársor Boli és Zubkov. A mérkőzés közben elindult, a görögök kezdték a mérkőzést. Masures a labda, El Arabihoz fordít, El Arabi lőhetett, és Dibusznak kellett védenie, így szöglettel jöhet az Olimpiákhoz. A beadást Mukelekis végzi, kis szöglet, Randalovic befelé, Randalovic a 16-osra belül, visszafasztom ezt, aztán Masures le, Dibusznak kell ismét védenie. Izel vágja előre. Bá küldjére a labdát. Hátrahozi Szához. Hassan. Mukelekis. Rubén Semedo. Kamara. Gyönyörűen fülelte le Boli a labdát. Boli. Boli a zsukkoszhoz. Zsukkon lőtt. Szá. Fejlőben a labdát. Szállóra hívani, El Arabi megtartja a labdát, majd tovább fejeli, Zubkovnál már a labda, Izaelhez tovább, Izael tett befelé, de Obá szabályosan szereli, majd előre vágja a labdát, ismét Zubkov tudatosan megindulni, és óriási gólt ragasztott a felsőbe, vezet a Ferencváros. Zubkov találatával a 14. percben 1-0-ás előnyre tettünk szert. Izel passzát Zubkov szépen levette, majd tovább ugrította magának és lőtt. De csodálatos gól. Obá adja el a labdát, és Izel majd Zubkov a labda útja. Zubkov óriási bombát adott a jobb felsőbe. 0-1. Láthatjuk Zubkov a gyengébbik, a jobb lábával lőtte ki a felsőt. Ez egy minél jobb érdem részéről. Már el is végezte a középkezdés az Olimpiakosz, Ruben Semedo, Randalovic, Hassan, Randalovic ismét, Hassan, Tokmak szegdíti meg a labdát, Tokmak, nem, lefüggelted a Randalovic, aki elvettődő összpasszol, de Tokmak ismét szeret, de most egy szabálytalanul, így az Olimpiakhoz szeret szabad ugrásra. Szabad ugrást Kamara fogja elégetni, várhatóan beíve is lesz a labda sorsa, így is történik, de nem ér hozzá senki a labdához. Dibusz jött kirúgással. Dibusz az előreívelés helyett Bázsicshoz passzol, tovább a Lovrencsicshez. Lovrencsics próbálta Iszelt megjátszani, de már El Arabi nálada buka lesz. Randalovic. Randalovic tovább Hassanhoz, Hassan. Egy szabálytalan szerelés követően veszélyes helyről
jött a görög csapat, ezt nem kellett volna ilyen közel a kapuhoz. És szabadugás. Úristen, mekkora volt. Szabadugás, de legyenített az Olimpiákhoz. Ezt most nem úgy tervezte Dibusz, ahogy bekövetkezett. Véletlen később bukott a kapujából, mint ezt kellett volna. Nem baj, egy-egy az állás. Csak így tovább. Elladlevi. Andelovic. Majd Brazic. Szerintíti meg a labdát. Andelovic. Meg Toknak tovább. Kvárszor. Vissza ehhez. Aztán. Aztán bizonyosan belül. Aztán buktatják. Gyurva a sípjába fúj. Láthatjuk újsmét, egy csúnya szabálytalan becsúszás. Követően 11-essel jöhet. Vörös csapat, Ellerávi végzett Gyurva csapatban. Ellerávi beküldte a labdát a hálóba. Így 2-1 az Olympiakosznak. Sajnos két pontrugásból megfordította a mérkőzést. A görög csapat így hátrányban. A Nibus érezte az irányt, de nem sikerült akkorát ugrania, hogy ezt el is érje. 2-1. Üzel ki Sigérhez. Zukov. Zukov Bolihoz. Üzel. Tá, védett nagyot. Kirándolvicshoz. Kamara. Tokmak szeret gyönyörűen. Tokmak tovább. Zukov, Zukov, és óriási gomb ismét! Zukov egyen kiegyenítette a mérkőzést, 2-2, Zukov duplázott, a mérkőzés állása 2-2. Ezen a mérkőzésen úgy lesz, csak nagy gólokat láthatunk. Zukov második gólja is ugyanakkorára sikerült, mint az első. Gyönyörű támadást követően Zukov maga elítette a labdát, és most már jobbik lábával, a ballal kilőtte most a bal felsőt. 2-2. Hátra Szához. Szá vágja előre. Maradta az Olympiakosznál Masszures, mert kamera a labda, úgyhogy kiszérre Ellerdovihoz, akit a Toknak szerzően a levet, Toknak ott buktatják. Lovrencsics tétlengedett, így a labda az Olympiakosznál. Brazic mellett adják be, és Dibusznak kellett lefülelni a lecsorgó labdára. Csivics, Tokmak, Sigér előre, Sigér passzol pontosan Zubkovhoz. Zubkov most elveszítette a labdát, így Bruno Gasparnál a labda. Rubén Szemédó, Bá, ki a szélre, ellabda úgy az a labda hosszú, nem is érte volna el, de közben a bíró a sípjába fújt, az első játékrésznek így már a vége. Így gólgazdag fél időt láthatunk, 2-2-es döntetlen. Zubkov megszerezte a vezetést a Ferencvárosnak, majd egy szabadrugásból és egy 11-es góllal fordított az Olympiakoszt, majd ismét a Zubkov, aki 2-2-re módosította az állást. Második játékrészt a Ferencváros kezdi. Zukov fogja leadni a labdát. Szomália. Ő fél időben állt benn. Kiszélre Csivicshez. Csivics Izraelhez. Zukov. Zukov Izraelhez. Izzel jobb lábán lövés, és Szá fogja könnyedni. Nuno Gaspar uzani támadja. Hát is passzol Bához. Ismét Gaspar. Gaspar cserez. Beadja középre Kamerához. Kamera tovább, Androvicshoz. Majd Voli kiszérre. Majd a Bolinál. Moli passzol szépen Uzanihoz, Uzani be, Zukov, Zukov ismét lő, és óriási gól! Zukov mester hármasával 3-2 az állás a Ferencváros javára. Zukov
Immáron harmadjára lövi ki a felsőt, ezzel 3-2-re módosítva az állást. Meccs embere idáig Alekszandr Zubkov, Ferencváros nem véletlenül vette meg véglegesen a Sáktár Donyecktől az ukrán szélsőt. Ismét a jobb lábával, az elméletileg rosszabb lábával lőtte ki a jobb felsőt. Az állás immáron 2-3. Bá. Az Olympiakos immáron újra izgulhat a meccsért, hisz 2 idegenben lőtt gólla a Ferencváros óriási előnyt szert, de jött ismét Zubkov, akinek már a harmadik gólja, 3-2-re módosította az állást, és ráadásul idegenben a Ferencváros óriási esélyekkel vághat neki a következő fordulónak. De remélem, a meccsnek még nincs vége. Zubkov támad, de most már nem sikerült gólra váltani a helyzetet. Szánnál volt a labda. Boli. Mula Gászpár. Bá. Ki Szemédóhoz. Szemédó tovább Randlovicshoz. Mászurászhoz. Mula Gászpár cserez. Uzoni buktatja Mászurászi, a görög csapat jöhet szabadrugásra, gyorsan el is végezték. Gászpár szépen iszel, izelnél már a labda. Ferencváros kontrázhat. Uzoninál a labda. Uzoni, beadás. Bolit kereste volna a labdával, de kifejelték a görög védők. Majd Bá és Szemédó passzolja kifelé, de Zubkov harciasan megszerezte tőle a labdát, már Izelnél a labda. Izel lő, viszont ez a lövés gyengicskének mutatkozott szájjal kirúgással. Ferencváros cserélni fog. Varga Roland érkezik a pályára. Uzoni helyére. Ferencváros második cseréjét is végrehajtja, és a harmadikat is, hisz Hárakén Izzel helyére érkezik. Valamint Varga Roland Uzoni helyére. Már Szomáliánál a labda, és szintén csereként, tehát pedig a Sigér Dávid helyére. Ismét Zubkov felé ment a labda. Eladevi. Eladevi passzol szépen. Bábén elad, Bábén a beadás feje, és gól. 3-3. Egyenlít az Olympiakos. Egy szép beadás követően sajnos gólra váltotta a helyzetet. Az Olympiakos fej, majd lábbal ér hozzá a támadó a labdához. 3-3 az ellens. Ferencváros ez az eredménnyel sem lehet szomorú, hisz 3 idegen belül gólt, mint mondtam már, óriási előnyt jelent számára. Bruno Gasparnál labda. Lovrencsics. Ki Vargához. Varga sajnos nem tudta szépen megtartani a labdát, kivezette a pályáról. Közben az Olympiakos ismét cserélt, Eladevi jött le a pályáról. Mölegeszkár, elabd. Aztán itt Didus óriási védett. Az Olympiakos majdnem megfordította a meccset, Didus bravúrjának köszönhetően nem maradt az ellens 3-3. Már 84. percben jár, most kell koncentrálni, nem szabad több gólt kapni. Mölegeszkár befelé. A Fortunisztus, hátrafelé inkább, Valbuena dolog, és ismét Dibusznak kell óriásit védenie. A 87. percben Valbuena küldte meg elősen a labdát, de Dibusznak nagy bravúr, de sikerült hárítania. Tokmak sajnos rosszul passzolt a labdát, így Ellerábinál már a labda. Hassan, ismét Valbuena.
Fábainak a passzát, a bíró úgy vélte, hogy lesre futott El Arabi, közben helyezett a kapu előtt, míg Ferencváros szabadrugás következett. Most már Harajin nálada. Harajin bolyt keresi, de bár szépen passzol hátra. Szához, a bíró a sírjába fúj, Olimpiákhoz, Ferencváros 3-3. Alexander Zukov mester hármasával óriási erőt szert a továbbjutásra az Üllői úti csapat.